nagyon ügyesen itt a dobaiak már becsúsztották magukat a következő előadásba. Nekem mindig barátom ide bólintott, hogy mi lenne, ők lennék a következők. Tehát ez egy megoldás például arra, hogy hogyan lehetünk következők. Úgyhogy Dobai, hogy kell írni veleteket, mi a dobai csapat neve? Dobai regősök. Mondjuk meg, Dobai pásztor. Akiket nagy szeretettel köszöntünk, most már több egyszerre vagyunk itt velünk. Több korosztályos csapatról van szó. Tehát pásztorolás, vagy regős? Hát az előbb kitaláltuk, hogy elárnánk a pásztorolást is, mert idén újra van a faluban pásztorolás. Azt kell róla tudni, hogy dobai pásztorolás, tehát helyi pásztorolás. Amit ezután megköszönnék Barcai Balénének, mert az óvónénik volt régen, és nagyjából 30 éve tanította vissza a pásztorolást. Aztán utána szinte szakadatlanul egy-két év kihagyással folyamatos volt a faluban. Idéntől, hál' Istennek, újra eljártak a házakhoz. Örülök, okozva el ezzel. Úgyhogy a pásztorolással kezdenék, aztán utána a dobai regölés folytatjuk, amitnek papisításra köszönjük, tőle sikerült fölgyűjteni, illetve egy régi felvétel gúrtunk még hozzá, ami szintén dobán készül. Yeah.
áldásomban gazdag, boldog új évet kívánok!